Én úgy gondolom, semmi másról nincsen szó, mint egy műhisztiről, és hát arról, hogy választási kampány van, hiszen 2 hét múlva az urnák elé fogunk járulni, és szavazunk arról, hogy milyen Európát szeretnénk, vagy mit szeretnénk, hogy Európa milyen irányba induljon el. És hát ennek az a folyamodványa, hogy ugye az MSZP és a társszervezetei meghirdettek egy antifasiszta kampányt, erre helyezik az Európai Uniós kampányukban a hangsúlyt. Úgy gondolják, hogy ez a legégetőbb problémája most Magyarországnak, hogy valahonnan, ha kell, akár a föld alól is fasisztákat kaparjanak elő. És hát engem megtaláltak méghozzá nem is a föld alól, hanem a legnagyobb bizottság vezetőjeként, ugyebár a parlamentben 4 éven keresztül dolgoztam, és úgy gondolták, hogy egy jó célpont leszek arra, hogy ezt az antifasiszta kampányt ők vihessék, és ennek a fontosságát hangsúlyozzák.